Csonkatorony Boldog emlékezetű Szent Imre Herceg tiszteletére építetett a falu templomot azon a helyen, ahol a hagyomány szerint a vatkan halára sebezte a szerencsétlen királyfit. De a védőszent hiába járt közben az égieknél népe érdekében, ő sem akadályozhatta meg, hogy a török megszállja a vidéket jött a pogány feltartóztathatatlanul. Annyian voltak, mint a varjak az őszi szántáson. A Szent elmenekültek a nádasokba, lápokba. A papot is buzdították, hogy tartson velük, de ő nem mozdult. Öreg vagyok én már, ez a templom az otthonom, én biz el nem hagyom. És azzal ne kiállt egymagában misézni de a török ezzel nem törődött. Hömpögött a hads, amikor megpillantották a tornyos épületet, már messziről ágyúzni kezdték. Hanem az ágyú dörgés hangjai közé más hang is vegyült. Bim-bam, bim-bam, a templom harangja magától megkondult. Aztán egy ágyú golyó eltalálta a templomtornyot, a harang lezuhant és gurulni kezdett a láb felé. Súlyos pereme felszántotta a földet, miközben egyre csak kongott. Mikor a törökök beértek a faluba, a pap még mindig az oltár előtt misézett, bár a feje fölött látni lehetett az eget. A pogányok nem sokat teketóriáztak, rögtön fejét vették szerencsétlen papnak. A török bék katonákat küldött, hogy keressék meg az elgorult harangot, azok pedig követték a kongó hangot. Hiába keresték azonban, elsüllyedt a mocsárban, de a hangja csodás módon még mindig szólt a mélyből. Mikor a pogányok eltakarodtak, a falubeliek előmerészkedtek a nádasokból, megsiratták a papjukat és a csonkatornyú templomot. Vajon hol lehet a harang? Fordultak egymáshoz. Hová sűjjeszthették el a beste Csak legyen meg! Felépítjük azt a csonkatornyot, fogatkoztak, de mind hiába. A harang nem került elő az ingoványból, és már a hangja sem hallatszott. András, az öreg harangozó azonban ezután sem tétlenkedett. Ettől kezdve minden délben és este felment a romos toronyba, s kihajolva sorban mind a négy ablakon zsoltárokat énekelt. Ha nem is harangszó, de azért valami. A harmadik napon, ahogy András belefogott a zsoltár éneklésbe, megkondult a harang. Megrodjant a térde az öregnek, épp hogy csak át nem esett a romos falon nézett a feje fölé, vajon honnan szólhat, de csak a kék ég mosolygott le rá. A harang pedig tovább kongott. Az emberek megálltak a munkában, kiesett kezükből a szerszám. Hogyan? Hogy, hogy, hogy lehet ez? Kérdezgették borzongva, hisz a legközelebbi falu is egy napi áraú földre van ide. Onnét nem szállhat idáig a hang. Menjünk, keressük meg! felkerekedett a falu apraja nagyja, s mindenki a harangot kereste. Mentek a hang után nagy izgalomban, át az erdőn, át a földeken. Egyszer csak egy ingoványos réthez értek. Barna búzogányok hajladoztak a szélben, zöld békalencsék úszkáltak a vizen, a tavacska partján sárga hír, és kék ne felejt bújt meg. A falubéliek a látványtól lebilincselve álltak a lápos rét szélén. S míg borzongva tébláboltak, a kongó öblös harangszó lassan átalakult. Mintha apró csengetjük csilingeltek volna, merre a nádas lakói felelgettek. A delelő forróságban összeolvadtak a hangok. Rigó trillázott, bíbic pittyegett, sas víjogott, béka brekegett, szúnyog zümmögött, vadkacsa verdesett a szárnyával. Nád susogott, A Szent Imreiek olyan áhítatban álltak ott, mint az ünnepi misén. Úgy érezték, erőt és hitet kapnak. Ott hagyták a falut, a csengőbongó hangú szérére költöztek, és megalapították csengődöt. Telt-múlt az idő, a csengődiek emlékezetében már csak legendaként élt a török veszedelem. Ha valaki az elhagyott csonkatorony felé tévedt, hideg futott végig a hátán, oly kísérteties hely volt. Úgy tartották, a lefejezett pap szelleme kísért ott, aki még a túlvilágról is visszajár éjféltájban misézni. Azt is beszélték, hogy a kincseket őrzi, amiket a török elásott. A szomszéd faluban akasztón egyenesen azt tartották, hogy a templom alatt aranyjal teli koporsó, és hét bivajbőrbe var töménytelen gyémánt van elásva. S hol töltekor lehet megtalálni? Pontban éjfélkor, ha a romos toronyból kicsap a lángcsóva.